Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A következő időszakban a 30 évvel ezelőtti önkormányzati választásokról fogunk beszélgetni, azokkal a képviselőkkel, akik megtiszteltek bennünket. Ugye azt tudjuk, hogy 1990. június 27-én Göncz Árpád, a köztársaság ideiglenes elnöke, a parlamenti pártokkal folytatott konzultációk után szeptember 30-ára, illetve október 14-ére tűzte ki az önkormányzati választásokat, az első szabad választásokat. A korábbi gyakorlattal szemben az új szabályozás megszüntette a politikai szervek kizárólagos jelöltállítási jogát, így aztán valóban szabadnak nevezhetjük ezeket a választásokat. Székesfehérváron az első körben két jelöltnek sikerült megszereznie a szavazatok többségét, és október 14-én dőlt el, hogy ki mindenki vehet részt a következő négy esztendőben Székesfehérvár megújításában, vezetésében. Erről fogunk beszélgetni a következő napokban vendégeimmel, mai vendégem Golubev Róbert, tisztelettel köszöntöm, és Balsa István, tisztelettel köszöntöm, a Fidesz, illetve függetlenként, és később pedig, ugye természetesen tudjuk, polgármesterként. No, hát ez egy óriási kihívás volt, én azt gondolom, már maga a felkészülés is. Mit gondoltak akkor, amikor hírét vették, hiszen ez már hosszas előkészítés után jött ki, hogy bizonyosan lesz 30 esztendővel ezelőtt önkormányzati választás? Hát örültünk neki. Már létezett egy kis csapat, akár fideszeseknek is nevezhetjük, bár a párt nyilvántartás, aztán minden volt, csak nem tökéletes. És ugye egy csapat akkor tud működni, ha van feladat. Vannak valami célok. És az a kis csapat, amikor összejött, akkor jaj, de jó, hát akkor lesznek önkormányzati választások, akkor induljunk el. Tehát körülbelül ez volt a feladat, tehát így neki viselkedtünk. Különböző háttérrel, különböző tapasztalatokkal, talán különböző célokkal is egyáltalán azon kívül, hogy most ez egy jó buli, és akkor majd bekerülünk az önkormányzatba. Aztán a dolog egész jól sikerült, ugye, mint történelmileg mindenki tudja. Annyira, hogy túl jól sikerült, mert a listán több szavazatot kapott a párt, mint amennyi képviselő helyett egyszerűen jelöltünk. Tehát tulajdonképpen, ha jól emlékszem, kettővel voltunk. 54% lett az önöké, úgyhogy az egy egészen kimagasló eredmény a második körben. Viszont Balsa István különleges helyzetben volt, hiszen az előző ciklusban Székesfehérvár tanácselnöki posztját töltötte be. Mikor döntötte el, hogy immáron függetlenként megméretteti magát? Hát ugye mindennek előzménye van. Elsősorban a tanács törvény változtatása mellett kardoskodott nem csak az új parlament, hanem mindenki. És ezért egy kicsit később lett, amikor a tanács törvény helyett elfogadta az önkormányzati törvényt a magyar újra választott parlament, akkor rendezték meg a választásokat. Fehérváron ennek is előzménye volt, hiszen már azt megelőzően 1987-től 88-tól 89-ben olyan események történtek, amelyek elősegítették az átmenetet. Mindenképp előzménye volt, hogy az országgyűlési választásokon az MDF és az SZDSZ meghatározó mandátumszámot nyert, és az MDF tudott kormányt alakítani. És ez a választás bemutatta azt is, hogy abban az időszakban a pártok, a parlamenti pártok milyen százalékos részarányjal képviseltették magukat. Én úgy emlékszem, hogy a Fidesz 5-7% között, lehet, hogy 7,4%, nem tudom pontosan. Valami ilyesmi, nem tudom pontosan. Szerepelt, és arra is emlékszem, hogy az országgyűlési választások idején a visszalépéseknél már megjelentek személyek, erősítendő Kelemen Andrásnak, illetve azt hiszem Világosi Gábornak a személyét, másokat. Én arra emlékszem, hogy a Fidesz képviseletében talán a Regőci Miklós meg mások is megkerestek, és megkérdezték, hogy egy ilyen polgármester jelölt kiválasztó összejövetelen megjelennék-e. Ez úgy volt, hogy volt három polgármester jelölt, és akkor... Volt egy MDF-es, egy SZDSZ-es és a Balsa István. És akkor egy ilyen
taggyűlésre vagy összejövetelre elhívtuk mind a hármat. Ez nekem előnyös volt, mert hiszen benne voltam a költségvetésben, a rendelési tervekben, másokban is, és ott a Fidesz engem fogadott örökbe, én meg a Fideszt. Ez volt az előzménye. Elárulom egyébként neked most, ez egy titkos szavazás volt, hogy így ez ugye a lista első helyével is járt. Kettő darab tartózkodás mellett egyhangulag fogadtál a Fidesz, de ezt valószínűleg tudod, hogy a két tartózkodó közül egyik én voltam. Nem tudtam meg. De ellenszavazat nem volt. A önkormányzati törvényen túlmenően egész más volt a hangulata a városnak, és általában a társadalomnak, mint ami most, vagy akár azt 25 évvel ezelőtt is. Óriási várakozás volt mindenkiben megszabadulni attól a korábbi időszaktól, és mindenkiben egy lelkesedés volt, úgyhogy ezt követően a Szovjetunió szétesése és a KGST megszűnése miatt Fehérváron előállt helyzet ezt az euforikus állapotot nagyon keményen keresztbe verte, úgyhogy az új fiatal testület egyből olyan helyzet elé állítódott, nem beszélve a későbbi taxis sztrájkról, aminek meg kellett felelni. De amikor megalakultunk, akkor mindenki azon volt, hogy ja Istenem, most győztünk, most mi legyen? Most mi legyen? Már... Igen, egy, bocsánat, egy pillanat csak, ugye ennek az előzménye mindenképpen a rendszerváltás pillanata, tehát 1989, viszont nem feledkezhetünk meg 1988-ról, hiszen a Szent István ünnepségeken már kiderült, hogy Székesfehérváron kicsit már másként gondolkodnak. Más. Az egész akkori időszak úgy politikailag azért teljesen másképpen nézett ki, mint most. Tehát például ugye túlnyomó többséget szereztünk. Az MSZP-ből egy darab az azóta sajnálatos módon egy képviselő volt, az Vancsik úr. Föl sem merült egyébként, amikor a bizottsági helyeket szétosztottuk, hogy a pénzügyi ellenőrző bizottság elnökét ne ő kapja meg. Hiszen az ellenzéknek kell ellenőrizni. Tehát egyszerűen az annyira, számukra annyira egyértelmű volt, hogy ővé az ellen, hogy azt neki kell csinálni. Igen, tulajdonképpen megérkeztünk a következő kérdéshez, hogy miként készültek, ugye ezt feltettem ezt a kérdést, hogy egy teljesen más rendszer alakult ki, teljesen más jogszabályok rögzítették, törvények, az önkormányzatiságot. Erre miként lehetett felkészülni, hiszen tapasztalatok hiány voltak? Leszámítva az István. Leszámítva Balsa Istvánt. Én benne voltam, meg többen mások is a törvény előkészítésében, hiszen sor önkormányzati szövetséget Székesfehérvár kezdeményezett, meg az, hogy megyei város lett 1989-ben Székesfehérvár, Kecskeméten, Nyíregyházán, és bekerültünk abba a nagy csoportba az ötök közé vagy mellé. Ezek az előzmények hozzátartoznak. Szimbolikus dolgok is voltak, a tank levétele, a városi címer visszavétele, utcanévváltoztatások és így tovább. Ezek mind elősegítették azt, hogy Fehérváron viszonylag ez az átmenet, ez más volt, mint mondjuk Kecskeméten hallottam én ezt, vagy Nyíregyházán, vagy az ország más nagyvárosaiba. Itt szerintem az egy szerencsés helyzet volt, hogy itt ilyen mértékben nyert a Fidesz, SZDSZ és a Liga indultunk együtt, aztán szétváltunk, mert a taxis sztrájk meg a Karta szétfeszítette ezt az együttműködést, de szerencsés helyzet volt Székesfehérváron, hogy tovább tudtunk lépni. Meg azért, ha megnézi a közgyűlés összetételét, azért általában több diplomás, közgazdász, mérnök, jogász ilyen jellegű emberekből volt, akik azért jogszabályokat meg tudnak tanulni és meg tudnák nézni, illetve hát nyilván mindenféle csatornákon segítséget is lehetett kérni. Tehát ez egy gyors, ez egy igen gyorsan tanuló csapat volt. Ön azt mondta a választások után, nyilatkozta, 32 éves vagyok, nős, 2 éves kislány, édesapja, a Fecskeparton lakom egy lakótelepi lakásban, a Videotonban dolgozom. A testületbe bekerültem a választók bizalmából, de tulajdonképpen ez egy sötét alagút, hiszen rengeteg dolgot nem tudunk. Például nincs törvény az önkormányzatok gazdálkodásáról, akkor ez így volt. És nem tudjuk, hogy a gazdálkodásban mire, hogyan fogunk költeni. Aztán gyorsan belejöttek. Igen, alaposan belejöttünk. Azért ebből akkor
tényeknek megfelelőbb felsorolásból már egész más, sok dolog másképpen van, például nem vagyok 32 éves, meg nem ott lakom, sőt, az a lakótelep már az utcát nem is úgy hívják, ahol laktam, de ezzel mondjuk nem egyedülálló utcanivel. Tehát tulajdonképpen a személyes sorsuk is nagyon megváltozott. Ahogy az imént utalt rá, nagyon sok mindent kellett megtanulni az önkormányzatiságról, és képviselni egy 1000 éves várost, a koronázó várost, hiszen 1988-ban már kiderült, hogy igenis Székesfehérváron a polgároknak szükségük van arra, hogy azt a múltat, annak a megbecsülését ugyanakkor ne feledjük, és erről majd kérem mindketten beszéljenek, hogy a Szovjetunió és a KGST megszűnése után azért rendkívül nehéz helyzetbe került gazdasági szempontból Székesfehérvár. Olyan erős volt a munkanélküliség, több mint 30 ezer, ugye jó az a szám? 32 ezer. Hát ugye három nagy cég foglalkoztat. Miként tudtak ezzel frissen, fiatalon felkészülve megbirkózni? Tehát ugye három nagy cég, hát én is a Videotonnál dolgoztam, ami aztán létrehozott egy francia multival egy vegyes vállalatot, azzal a céllal, hogy a Videoton alapján, Videoton akkor még szovjet-orosz kapcsolatait felhasználva, majd jó sok informatikai rendszereket oda el lehet adni. Ez egy egész több lábon álló dolog volt, csak az a helyzet, hogy csak a Videoton, meg csak a Szovjetunió szűnt meg ezekből. Mármint abban a formájában, hogy volt a Videoton. Tehát ezt így a személyes sorsban is én átéreztem, hogy teljesen átalakult. Tehát akkor gyakorlatilag egy francia cégnek a képviselete lett. Miként látja? Most a 80 milliárd forintra emlékezem, hogy a fejlesztésekkel együtt a város költségvetése ennyi, akkor 3,5 milliárd forint körül. És volt. Azon mosolyogtunk, vagy hát ez nem is jó, mert inkább vigyor volt, kényszerű helyzet, hogy úgynevezett szabad felhasználású pénzeszköz az 5 millió forint körül mozgott, és ebből kellett megoldani a dolgainkat. De szerencse volt abban, hogy az újhoz ez a viszonylag fiatal társaság könnyebben tudott alkalmazkodni. Egy sor törvény jelent meg, és a Robi említette az önkormányzatok gazdálkodásával, de Fehérvár hatalmas lehetőségekhez jutott a szovjet meg a magyar laktanyáknak a visszavételével. Ez 405 hektár belterülethez közeli terület volt. Bár mondjuk az épületek állapota, láttuk mindketten. Igen, de annak a területnek a hasznosításában élen jártunk, hiszen sorra szereztük meg a Ávitől vagy azoktól a szervezetektől. Hatalmas lehetőséghez jutottunk azzal, hogy tudtam, hogy a belterületi állami tulajdonban földingatlanok, beépítetlenek, azok átkerülnek a város önkormányzatának tulajdonába. Ezért kibővítettük a rendelési tervünket, egy befogadó várossá tettük, mint egy előkészítettük az ipari parkoknak a létesítést. Rögtön kialakítottunk 6 mai szóhasználattal ipari parkot, hiszen ez a törvény később jelent meg. És elkezdtünk jó kapcsolatot tartottunk az akkori kormánnyal, Antal miniszterelnök úr szimpatizált velünk, Kelemen András képviselő úr segítette ezt a munkát, függetlenül attól, hogy más politikai szövetséghez tartoztak, és elkészítettük a miniszterelnök úr Fehérvár látogatása alkalmával az ország első gazdasági programját. 14 színes füzetre emlékezem, mert azt mondta a miniszterelnök, hogyha lesz program, akkor polgármesterről segítünk. És beindult a munkahelyteremtés. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá. Említette, hogy a testület fiatal volt, ami tökéletesen igaz is. Viszont arra odafigyeltünk, hogy a különböző bizottságokban olyan külső tagokat választunk be, akiknek meg megvan a tapasztalata. Tehát a fiatal kezdeni akarás, illetve az idősebb tapasztalat azért ez így jól összejött. Tehát én a gazdasági bizottság elnöke voltam, fel nem tudom sorolni az összes tagokat, de volt benne például bankigazgató, közgazdász, stb. Tehát olyan, akiknek már tényleg tapasztalata. Tehát ez volt. Tudatos döntés, ez tudatos volt mindenképpen. És hogy sikerült konszenzust teremteni, hiszen tudjuk, hogy egyik oldalról ott volt a Fidesz túlnyomó többséggel, a másik oldalról pedig nyilván ugyanazt a jót akaró a kisgazdák, a Magyar Demokrata Fórum, a Szabad Demokraták Szövetsége és így tovább.
Néha nehezen, néha könnyebben, de hogyha az ember egy kávé vagy fröccs mellé leül és megbeszéli a dolgokat, akkor az általában előre viszi a világ. Hát én emlékezem arra, hogy 115 napirendi pont volt, és már a fiatal képviselő urak, hölgyek jelezték a balsainak, hogy gyorsítson, mert már az első három napirendi pont az nagyon hosszan tartott. Az általában 3x20-40 percet hát, vett igénybe, de azt követően már nagyon határozottan lehetett végigmenni, 100 fölötti napirendi javaslattal is. Ami körülbelül 90-nel több, mint ami Isten igazából kellett volna, de hát megoldottuk. De hát ilyen volt a törvény, hogy be kell vinni, testületi döntés kell, később tudtuk a bizottságoknak leadni hatásköröket, de sor kérdésben például a önkormányzati vagyon megszerzésében, még a megyei önkormányzattal, meg másokkal is hadban álltunk, hogy minél több lehetősége legyen a Székesfehérvár megyei jóvárosnak. Voltak-e olyan viták, amelyeken nehezen lehetett megoldást találni? Tehát olyan kérdéskörök, amelyek visszavetették egy kicsit, hiszen azt tudjuk, hogy ez a négy esztendő és a többi sikersztori volt, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem csak konszenzusból áll. Mondhatok egy apróságot, amin azért túl sok minden nem dolgott, nem függött. Ugye a közgyűlésnek kellett meghatározni a helyi buszok jegyárát, meg az egésznek a menetét, hogy hol lehet jegyet kapni, meg ilyenek. Na most én már pontosan nem emlékszem a különböző összegjavaslatokra, de felmerült az a javaslat, hogy hát lehessen a busz sofőrnél is, mint ahogy most is lehet jegyet vásárolni. És az volt az ellenjavaslat, hogy hát ez nem jó, mert akkor neki pénzzel kell foglalkozni, vissza kell adni, meg akkor mit tudom, mennyi volt a buszjegy, 70 akárhány forint, vagy valami ilyesmi, és akkor vissza kell adni. És akkor jött az a korszakalkotó javaslatom, már elnézést, hogy oké, lehessen a buszsofőrnél jegyet venni, de az legyen annyival drágább, hogy kerekszám. Na most azóta ebből az, hogy lehet a buszsofőrnél jegyet venni, az megmaradt, a kerekszámság az meg már nem. Mennyit kellett önnek változni? Az egyházi ingatlanok visszaadásánál volt egy kemény vita, hiszen akkor már a SZDSZ különült, és ott vita alakult ki, és az volt az érdekes, hogy a kereszténydemokraták, meg az MDF, meg talán a kisgazdák is sokkal támogatóbbak voltak például ebben az ügyben. Magyarán a Fodor Gábor féle kiválása a Fideszből egy kicsit megosztotta a taxisztrájk, meg főleg a karta tüntetések szétvették a korábban együtt induló Fidesz és SZDSZ-t, meg a Ligát, de ugyanakkor a jobboldalinak mondható pártok Fehérváron pedig közeledtek a Fideszhez menet közben. De hát ez a jobb baloldal, ez már rég nem úgy működik, mint így van, ugye így van. Tudjuk. De akkor ez egy érdekes vita volt az egyházi ingatlanoknak a visszaadása, és itt igen komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy helyi béke alakuljon ki Székesfehérváron. Az ön akkori gondolat sorában számos érdekesség van, de röviden hadd idézzem. Úgy gondolom, legnehezebb lesz, mint párton kívülinek a pártok közötti egyensúlyt megteremteni. Mint kiderült, akkor ez sikerült. A választások során keletkezett sebeket kezelni. Minden döntésnél arra kell törekedni, hogy a város érdeke fölé csoportérdek ne kerüljön. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos mondat. Ez nagyon fontos, de egyébként úgy nagyon komoly sebek a választ, se az országgyűlés, se az önkormányzati nem voltak. Tehát akkor nem voltak olyanok, hogy átragasztjuk egymás plakátjait például. A két teljesen különböző véleményű pártok sem. Ami most azért valljuk be, előfordul. Nagyon erőteljesen beindult 87-88-ban a Merjük szeretni Székesfehérvár lokálpatriotizmus. És ez 90-es választásokat követően, főleg 91-92 új erőt kapott. Olyan fejlesztéseket tudtunk beindítani, amely elsősorban a munkahelyteremtésre koncentrálódott. Bővítettük a város befogadó képességét, jó kapcsolatot alakítottunk ki szerintem azokkal a nagyobb intézményekkel. Robi említette a Videoton, a Köfé, az Ikarusz egész más utat választott, és sikerült az önkormányzatnak mai értelemben a gazdaságpolitikában, a városi gazdaságpolitikában olyan mértékig nem beavatkozni, hanem elősegíteni, hogy ez a munkanélküliségen viszonylag rövid időn belül, 94 végére
tudtunk, és a város a legdinamikusabban fejlődő közé került. Ez szerintem mindent, minden elismerést megérdemel annak a fiatal testületnek, ami akkor létre. Igen, hát a Financial Times azt hiszem, hogy hiteles lap. A tíz legjobb. Fogadjuk el. Igen. Ugye a vállalatok az átalakulás során nem levetették, hanem arra kényszerültek, hogy a korábbi szociális, jóléti, kulturális intézményeiket levadják. Még a sportnál is ez volt. Veszélyhez jutott. Emlékszem arra, hogy nagy vita alakult ki a könyvtárak átvételéről, orvosi rendelők, köfém, művelődési központ, és így tovább, és így tovább. És sikerült megmentenünk azt a hatalmas szürke állományt is, a kulturális területen is, és későbbiekben azt mondani, hogy majd később racionalizálunk. És ez a város képes volt arra, hogy befogadott több száz könyvtárost, óvodák, 12 óvodai csoportra emlékezett. És integrálni a városban. Nos, hát arra maradt időnk, hogy arra kérem önöket, hogy osszák meg velünk azokat a legfontosabb gondolataikat, illetve azokat a tanulságokat, amelyeket most üzenetként megfogalmaznának. Hát de arra már céloztam, hogy tudtunk együttműködni. Néha komoly viták árán, de azok nem voltak véremenők. Nyugodtan le tudtunk ülni bárkivel beszélgetni, és megpróbálni valami közös nevezőt kitalálni. Tehát ha két ember meg akar egyezni, akkor a két ember meg fog egyezni. Ha nem akar megegyezni, akkor nem fog megegyezni, akkor akkor az egyik győztesnek, a másik vesztesnek érzi magát. Most ez nem jó. Egy csapatmunkában az a jó, hogyha valamilyen módon van egy döntés, és akkor egy vita alapján alakul ki, de mindenki hozzá tudja tenni. Tehát én ezt most nagyon nem látom. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy akkor egy olyan lélektani helyzet volt Székesfehérváron, nem csak a 32 ezer munkanélküli, hanem a rendszerváltást, talán minden családot érintő változásai következtében, de kialakítottunk egy olyan jó együttműködést, akár a egyéni választókerületeken a lakosság, akár az intézményekkel, egyházakkal, amely megalapozta talán nem nagy képűség a mai Székesfehérvárnak is a lehetőségeit. Gazdasági téren. Az, hogy ma ilyen komoly bevétele van iparüzési adóban vagy másból, az akkor kezdődött el. Ezt a nyitottságot javaslom korábban is meghatározni, és én kiválóan látom fiatal Cserpalkovics András polgármester úrnak a tevékenységét erre az integrálóra. Másrészt kezdeményezők voltunk Megyei Jogú Városok Szövetségének a létrehozásával, Városkörnyéki Bizottságok kialakítása, tehát nem csak a város falai között, hanem mindig úgy emlegették, hogy a fehérvári példa. Mi pedig tiltakoztunk el, semmi különlegessége nincs. Sikerült összefogni azt a közösséget, ami hirtelen az ijegységből való kilábalás mindenkit mozgósított itt a városban. Ja, én azért azt még szeretném hozzátenni, hogy ez most mind nagyon szép és fejlődtünk, de azért előttünk még, tehát a város vezetés előtt még rengeteg dolog van, amin bőven van mit javítani. Én elsősorban például mindig a közlekedésről szoktam beszélni, ami szerintem nagyon nincs megcsinálva. Van egy csomó dolog, ami viszont meg nagyon jól meg van csinálva. Tehát én például imádom Székesfehérvár közvilágítását, főleg mondjuk összehasonlítva Dunaújvárossal. Igen, merjük szeretni Székesfehérvárt. Tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek is ez volt a célja, hogy kicsit idézzük meg, hogy egy ember öltőnyi távolságból miként lehetett elindítani ezt a mondatot, ami azt hiszem, hogy mára már olyan szlogen, amelyet mindenki elfogad. Uraim, köszönöm szépen, hogy megtiszteltek. Mi köszönjük szépen. És hát bízom benne, hogy majd együtt, kedves nézőink, önökkel a többi képviselővel készült beszélgetést is megnézik, hiszen higgyék el, érdemes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönöm szépen.